Jótékonysági hangversenyt adott a Gödöllői Frederik Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanári karának egy része. A Premontrei Perjesség nemrég felépült új auditoriumában 2016. március 23-án. A koncert teljes bevételét az épület hangversenytermének befejezésére ajánlották fel. A gödöllői premontreiek 1990 óta vannak jelen ismét Gödöllőn, ugye 1924 és 48 között működött az a gimnázium, amely kényszerűen zárta be a kapuját, és hát az Agrártudományi Egyetem, illetve később ugye a Szent István Egyetem épülete máig. Viszont itt mellette megindult a Premontrei Gimnázium élete 1992-ben, és a Fácán soron pedig a premontreiek közösségi élete. A Fácán soron itt közelben épült egy templom is, ami mai napig is a Premontrei Plébánia templom, ennek a Gödöllőnek, ennek a kertváros részének a Plébánia temploma. És hát jó pár évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy hogyan és mi módon tudnánk fejleszteni és fejlődni itt a gimnázium mellett, hiszen a rendházunk az itt van, itt volt korábban is, egy olyan épületben, amely régebben az Agráregyetemnek kollégium épülete volt. És emellé az épület mellé épült egy új rendház, valóban megálmodva azokat a funkciókat, amely jelenleg is és a jövőben is egy több tagú közösség az életét hát lehetővé tudják tenni. És úgy gondoltuk, hogy a régi rendházunk megkapja ugyanazt a funkciót, amely korábban is volt, tehát egyetemisták számára kollégium nyílt, Norbertinum Premontrei Kollégium és teltházzal működik ez az épület. Az új rendházunk mellé megálmodtunk egy olyan hangversenytermet, amely hangversenyterem, előadóterem, hangfelvételek készítésére alkalmas terem, konferenciák szervezésére alkalmas terem, olyan hely, aminek a zenei és művészeti kultúrája valójában minket mutat be, azokat a dolgokat hozzuk ide, amiket évek óta a rendi közösségünk plébániánkon keresztül, iskolánkon keresztül már eddig is műveltünk, csak úgy gondoltuk, hogy érdemes, hogyha ezt egy olyan teret adunk neki az iskolán túl, más egyéb helyeinken túl, amely ezt talán egy kicsit reprezentálja ezt a dolgot. Ennek a neve Premontrei Auditorium, amely egy hangversenyterem, amely egy galéria is, és egy olyan hely, ami kifelé mutat. A rendházunk mellett van, a rendi értékekből táplálkozik, de mégis kifelé mutat, és külső kulturális tevékenységek ápolására. Gödöllőnek ezen a területén, ezen a kertvárosi részen itt képvisel tulajdonképpen bennünket, és szolgálja mindazt az értéket és programokat, amiket próbálunk a iskolánkon keresztül és rendi közösségen keresztül nyújtani. A több funkciós Premontrei Auditorium hármas tagolású. A tágas fogadótér, a kiállítások szervezésére alkalmas emeleti galéria és a gimnázium alapítójáról elnevezett Takács Menyhért hangversenyterem, mely mintegy 100-120 fő kényelmes befogadására ad lehetőséget. Az épület a jövőben egy új kulturális központként működhet majd Gödöllőn, a zeneterem falborítása azonban jelenleg még nem készült el teljesen.
úgy terveztük, hogy tavasszal el tudjon indulni ennek a hangversenyteremnek az élete oly módon, hogy legyen fűtés, legyen világítás, az emberek valamire le tudjanak ülni, és az, hogy a belső burkolata még hiával van, hiszen az akusztikus burkolat, amit majd szeretnénk felhelyezni, és amely végső koronáját megadja ennek a terem hangzásának és hát esztétikai látványának, ez még a jövőben fog megvalósulni. Nagyon szeretnénk, hogyha erre megfelelő forrásokat tudnánk előteremteni, és természetesen hát a teremnek az audiovizuális eszközei is jó lenne, hogyha szép lassan gyarapodnának, hogy mindazokat a funkciókat, amiket megálmodtunk, és amiket szeretnénk is, hogy nem csak mi, hanem rajtunk keresztül mások is használják. Ehhez jó lenne, hogyha ezek a feltételek meglennének. Ennek érdekében néhány alkalommal már rendeztek támogató és jótékonysági koncerteket a még nem végleges formáját mutató hangversenyteremben. Nyáron többeknek, barátaim, zenész barátaimnak megmutattam ezt a helyet, ők is kíváncsi voltak rá, hogy mi épül itt, mik is a tervek, és hát nagyon sokan ígéretet tettek arra, hogy ha már lehet jönni ide zenélni, ha már olyan állapotban van a terem, hogy ők is kipróbálhatják, akkor nagyon szívesen jönnek, tartanak jótékonysági hangversenyeket is, felajánlásokat is tesznek annak az érdekében, hogy mindazok a funkciók, amiknek még hiával vagyunk, és amiket jó lenne, hogyha szép, lassan, de előre haladnának, azoknak meg tudjuk adni mondjuk az anyagi fedezetet, szép, lassan, nyilván lépésről lépésre. Tóth Benedek ütőhangszeres művész és Kéri János zongora művész voltak, akik az első ilyen hivatalosan megrendezett jótékonysági hangversenyt adták ebben a teremben. Aztán a zeneiskola, a Gödöllői Frederik Chopin zeneiskola tanárainak tavaszi hangversenye is egy ilyen jótékonysági felajánló hangverseny volt. A Premontrei Párjásség előadó termében a következő hónapokban is több jótékonysági hangversenyre várják majd a látogatókat. Többek között az Arpeggio gitárzenekar vagy a Savaria barokzenekar koncertjére, valamint a Premontrei Szent Norbert egyházzenei szakközépiskola növendékeinek vizsga előadásaira is itt kerül majd sor. Honlapunk eseménytárán az auditorium.premontrei.hu honlapon ezek a koncertek nyommal követhetők. Úgy gondolom, hogy egyre több olyan időpont lesz, amikor ez a terem nyitva lesz, és látogatni lehet nem csak a termet, hanem a terem mellett lévő galériát is, amely galéria azt a célt is szolgálja, hogy megfelelő gyülekező helye legyen a nézőknek, a közönségnek, de ugyanakkor ez egy kiállító galéria. Január közepe óta a Gödöllői Művész Barátok Egyesületének, illetve körének van itt egy szép kiállítása, de
hamarosan egy szeretesekről szóló fotókiállítás fog itt indulni, és reméljük, hogy időről időre megújuló kiállítások fogják szolgálni a közönségnek nem csak a művészeti, zenei élmények befogadását, hanem hogy más művészetekkel is itt találkozhassanak. Thank you.